Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, hagyomány már itt az ünnepi időszakban, hogy egy kicsit áttekintjük az év eseményeit, történéseit. Az egyes önkormányzati választókerületekre, az egyes városrészekre vonatkozóan mai adásunkban az Alsóváros, a Sóstó, az Őrhalmi Szőlők területét és a Tóváros területét fogjuk majd egy kicsit ilyen szempontból is átvizsgálni, megnézni, egy kicsit értékelni az esztendőt. Stúdiónk vendége Mészáros Attila, a Városrész önkormányzati képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a televízió nézőket. És már javítok is, városrészek, hiszen ahogy azt felsoroltam, nagyon-nagyon sok terület tartozik önhöz. Hogyha csak így az elmúlt időszakra, a legutóbbi dolgokra tekintünk vissza, azt hiszem, hogy a Sóstó, illetve a sóstói természetvédelmi területnek, illetve a stadionnak a fejlesztése az az elmúlt időszak egyik legjelentősebb beruházása volt. Pontosan azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy az évtized legnagyobb beruházásán vagyunk túl, illetve a végéhez közeledünk, hiszen néhány dolog még jövő évben hátra van, hiszen valóban egy óriási fejlesztés volt az elmúlt két évben, amelynek a vége fele közeledünk, és ami nyilván nem csak a városrészt érinti, hanem az egész város, sőt azt gondolom, hogy túlmutatta a város jelentőségén az a fejlesztés, amely megtörtént. Ugye a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációja, amely gyakorlatilag a megmentése volt a területnek. Sokszor beszéltünk róla, hogy az északító megmentés, vízutánpótlás, mederkotrás, el tudtuk végezni, megújult a tanösvény, nagyon sok új játékelem került ki, és egy, nagyon bízom benne, és az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy új közösségi tér jött létre Székesfehérváron, amelyre nagyon-nagyon fontos mindig felhívni a figyelmet, hogy próbáljunk meg vigyázni rá. Hiszen sajnos az elmúlt, a rongálás is megjelent rögtön, sajnos. Sajnos az elmúlt hetekben több alkalommal is rongáltak, akik arra jártak. Nyilván a több ezer emberből csak nagyon kevesen, de épp legutóbb a Kócsak torjont meg a bibicesett graffitiszték tele. Tehát azt gondolom, hogy erre jobban kellene vigyáznunk, hiszen egy hatalmas értéket tudtunk megmenteni. És hát ami még ehhez kapcsolódóan nagyon-nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a környék teljes úthálózatát, járdákat, parkolókat újítottunk, felépítettünk, csak nem 2 milliárd forint értékben. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség volt, amit köszönünk Magyarország kormányának, hogy biztosította számunkra ezt a lehetőséget, és hát azt gondolom, hogy a stadion pedig valóban egy multifunkcionális rendezvénytér lett, erre már az első tapasztalatok is megvannak. Nem hát csak a labdarúgó, szimfonikus koncert például. Pontosan, nem csak labdarúgó mérkőzések lesznek itt, hanem pontosan akár szimfonikus zenekari koncert is volt már. Nagyon sok céges vállalati rendezvény lesz következő hetekben, konferenciák tömkelege, tehát nagyon szeretnénk, hogyha valóban élettel telne meg a stadion és környéke. Most nyilván Sóstó téli időszakban kicsit lecsendesedik, de azt gondolom, hogy tavasztól újra meg fog pezsdülni. Igen, de érdekes, mert hogy nagyon sokat közlekedek én is ott a sóstói parkoló résznél, és hogy hát ott a természetvédelmi terület, főleg a hétvégén, még a hideg időben is az ember azt látja, hogy rengeteg autó parkol, vagy éppen kerékpárral látja behaladni az embereket, tehát felfedezték, vagy szívesen járnak ki ilyenkor is a Sóstóra, egy kicsit túrázni, kirándulni. Én azt gondolom, hogy azért ez nyilván jó érzés lehet látni önnek is. Abszolút nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, és nagyon örülünk neki, hogy ezt a fejlesztést tényleg meg tudtuk valósítani, hiszen azt gondolom, hogy Sóstót minden 4 évszakban nagyon érdemes megnézni, télen is egy nagyon érdekes arcát mutatja a terület, úgyhogy természetesen buzdítunk mindenkit arra, hogy télen is használja. Nyilván az fontos, hogy most a megnövekedett víz fölött nem tudjuk, hogy január-februárban akármilyen idő lesz, de mindenkit szeretnénk kérni, hogy korcsolyával ne próbáljon majd rámenni, hiszen nagyon veszélyes lehet majd a terület. Sétával, biciklivel, vagy akár éppen futókat is sokszor látunk, úgyhogy nyugodtan használják, természetesen látogassák a területet a jövőben is. És vigyázzanak rá, hogy azt említettük, ez fontos lenne.
Hát azt hiszem, hogy a nagyon sok dolgot, hogyha vesszük, akkor talán lehet, hogy ön volt az a képviselő, akinek legtöbbször kellett kérni a lakosság türelmét, mert hogy a fejlesztések azért zajjal is járnak, és hát az utak esetében is azért számos út megújult, számos nagy forgalmas út megújult, és hát nyilván akik csak használják az utat, azoknak egyszerűbb volt az élete, mint mondjuk az ott lakóknak, gondolom én. Sokszor kellett kérni a türelmet. Valóban nehéz időszak volt több utcában is az elmúlt időszak, amit az utol is szeretnénk mindenkinek megköszönni. Én tudom, hogy nehéz volt, főleg a nyári időszakban, elsősorban a homoksoriaknak elviselni, ugye Csíkvári út átépítése, fejlesztése miatti forgalom többletett, de a tehergépjármű forgalom is megnövekedett, ugye a tömegközlekedést is arra kellett vinnünk. Én nagyon bízom benne, hogy a következő évben, amikor a homoksor is felújításra kerül, akkor befejezzük a Sóstó és környékén a fejlesztéseket, utána mindenki pozitívan fogja majd értékelni, hogy gyakorlatilag teljesen megújult a környezet. Nyilván ugye a Szárcsa utca, Széchenyi út felújítása is okozott némi fennakadást ebben az évben, és hát nemrégiben adhattuk át a Széchenyi-Horváth kereszteződést, amely szintén okoz problémát. Ugye gyakorlatilag most a körzetben a legnagyobb probléma a közlekedés, a reggeli délutáni csúcsidőszakban a torlódás, ugye nagyon-nagyon nehéz, és nyilván egyszerre nem tudjuk azt a sok évtizedes lemaradást bepótolni, amit elődeink nem tettek meg, figyelmen kívül hagytak, hiszen gyakorlatilag a déli városrészből egy úton lehet bejutni a belvárosba, átkötő utak nincsenek, és hát gyakorlatilag a megye déli része is ezen az úton közlekedik be. Ugye nagyon jó hír, hogy az Ósan melletti körforgalom tekintetében megvan a kormány döntés, hogy annak áttervezése megindulhat a jövő évben. Bízom benne, hogy a kétsávúsítás és a jelzőlámpás csomóponttá alakítás az sokat fog majd segíteni. Ugye más városokban láttunk erre pozitív példát, de hát tényleg óriási ott a forgalom. Ugye ott a Sóstó Ipari Park az ország egyik legnagyobb ipari park, 15 ezeren dolgoznak ott, nyilván az M7-es és a 8-as főút, az elkerülő út összekapcsolása is nagyon sok forgalmat terel erre, úgyhogy ez egy nagyon nagy gócpont. És hát nyilván a Széchenyi-Horváth pedig ismerjük, hogy milyen problémákat okoz. Én nagyon örülök neki, hogy az első napok tapasztalatai nagyon pozitívak. Én is ott járok minden nap, hiszen az Őrhalmi Szőlőkön élek, és próbálok munkahelyemre bejutni sok ezer lakótársammal együtt, úgyhogy örülök neki, hogy ez a fejlesztés meg tudott valósulni. Több mint 100 millió forint saját önerős beruházásként, de azt gondolom, hogy egy picit tudtunk javítani a forgalom átvezető képességem. Ugye a végleges megoldást majd az a két átkötő út fogja majd biztosítani, amely tervezése folyamatban van, illetve lezárult. Ugye az egyik a déli összekötő út megépítése, a Juharfa utcától a Seregélyesi útig, ugye itt két fontos utat fog majd összekötni, a 62-es és a 63-as utat itt gyakorlatilag. Azért az levesz majd a az egy jelentős terhet fog levenni, hiszen gyakorlatilag aki mondjuk ebből a városrészből Öreghegyre vagy Felsővárosba szeretne eljutni, nem kell a belvároson keresztül átmennie. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség lesz. Itt egyébként a tervek elkészültek, most az engedélyekre várunk, és azt követően a közbeszerzéssel is tud indulni. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy jövő év végén, végefele már a kivitelezés is meg tud majd kezdődni. A másik pedig ugye az intermodális csomópont fejlesztése kapcsán lesz majd meg arra a lehetőség, hogy az Újváraja sort át tudjuk kötni a Mártirok útra egy vasúti felüljáró megépítésével, ami szintén fog majd terhet levenni a Széchenyi-Horváth csomópontról. Bízom benne, hogyha ez a két útszakasz megépül, akkor igazán könnyen lehet majd bejutni a város többi részébe erről a városrészből. És hát nyilván, hogyha ezek megépülnek, akkor nyilván már a Balatoni út forgalma is csökkenni fog. Tehát azt gondolom, hogy ez valóban teljes város érdek, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak.
Nem mellesleg, hogyha a déli összekötő utat pedig megépítjük, akkor egy teljesen új városrész lehetősége fog majd kinyílni, hiszen ugye a vasút déli oldala és az M7-es autópálya között gyakorlatilag teljesen szabad területek állnak rendelkezésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy most jött el az a pillanat ennek a városvezetésnek, hogy valóban egy tudatos városépítést tud zöld mezőben megvalósítani, hiszen most az elmúlt években gyakorlatilag egy kész város arculathoz tudtuk akár a közlekedést, akár más fejlesztéseket megvalósítani. Vagy hát próbálni utolérni a lemaradást, amit említett is ugye a beszélgetésünk legelején. Tehát fejlesztésekkel akkor összességében mondhatjuk azt, hogy szerencsére jól állunk a város részek vonatkozásában. Abszolút, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok fejlesztést tudtunk megvalósítani ebben az évben. Úgyhogy ezt köszönöm közgyűlésnek is, hogy támogatta ezeket az elképzeléseket. Ugye fontos volt még a Tóváros Széchenyi utat érintően, hogy a Széchenyi 33-51 előtti teljes járdaszakaszt, parkolókat meg tudtuk újítani több mint 70 millió forint értékben. Én azt gondolom, hogy ezt a területet is tudtuk rendezni. A jövő évben szeretnénk néhány járdaszakaszt felújítani, akár Tóvárosban, akár még a Széchenyi út belső részén, hiszen ott elég rossz állapotban vannak a járdák. Ugye tavaly előtt a Tóvároson a bekötő utat tudtuk megújítani pár parkoló felújításával, úgyhogy szépen lassan haladunk, de most azt gondolom, hogy jövőben a járdákra kell koncentrálni Tóvároson, hiszen ott azért nagy lemaradás van több tekintetben is, úgyhogy bízom benne, hogy ezeket is meg tudjuk valósítani, és hát természetesen voltak kisebb fejlesztések, a Tóvárosi sétánynál ivókutat tudtunk kihelyezni a pihenőhely köré, ugye erre volt nagy igény, nagyon sokan használják. Hát igen, mert a sétány az szintén egy ilyen közösségi tér lett, talán ott a Tóvárosban mondhatjuk ezt. Igen, ugye azt 2 évvel ezelőtt tudtuk nagyon szépen megújítani, nagyon sokan használják, kedvelik, és nyilván ez az ivókút, ez főleg nyári időszakban nagy segítség, ugyanúgy a játszótérre is tettünk egy ivókutat, hátul a kutyafutatónál a közvilágítást is kiegészítettük, hogy nyilván este is szeretnék a kutyákat sétálni és futtatni a kutyafutatóban. Hát a pályán is, ott a kis betonos pályán is nagyon jó a világítás. Én például a Palotavárosból szoktunk átsétálni rendszeresen a kisfiammal arra a pályára. Úgyhogy ilyen apró, viszonylag apró fejlesztéseket is meg tudtunk valósítani. Nyilván mindig van mit tenni, de jövőre is lesz még mit. Hogyha már itt a Tóváros szóba került, akkor ugye ott is van óvoda, és hogyha jól emlékszem, a novemberi közgyűlésen született arról döntés, hogy az óvodák udvarai egy kicsit felújításra kerülnek. Mi a helyzet ezekkel az óvodákkal? Ott azért rendszeresen voltak különböző akciók, akár közösségi összefogás keretében is szebb lett az udvar. Az önválasztó közvetében hogy állnak ezek az intézmények? Ugye ott egymáshoz közel is két óvoda található, ugye a Tóvárosi óvoda, illetve a Hosszúsítatéri óvoda. Szerencsére a tavaly évben a bölcsőde, illetve az óvoda, Tóvárosi óvoda udvarát a képes program keretében meg tudtuk újítani, új játékeszközöket tudtunk vásárolni, és az udvart is fel tudtuk újítani. Ezután is köszönöm a vállalatoknak és a Városgondnokságnak is a támogatás, segítséget és a kivitelezést. Nagyon-nagyon örültek a gyerekek, és nagyon szépen használják is ezeket az új eszközöket. Valóban a közgyűlés legutóbb döntött több mint 100 millió forint értékben óvodai udvarok felújításáról. Köszönöm, hogy ebben a programban a Hosszúsítatéri óvoda is benne tud lenni, úgyhogy amint a közbeszerzés lezárul, jövőre valószínűleg nyári időszakban a Hosszúsítatéri óvoda udvara is megújul. Természetesen az iskoláról sem feledkezünk meg, ugye az elmúlt években ott sok fejlesztés volt, a tető felújítás az nagyon érett már az egész intézmény tekintetében, ezt meg tudtuk valósítani, ugye korábban a tornatermet újítottuk fel, és most gondolkodunk, hogy az udvaron hogyan tudjuk a betonos pályákat kiváltani annak érdekében, hogy egy igazán még jobb infrastruktúrával ellátott testnevelés orientált és a testnevelés benne nagyon erős sportos iskola. Hát ez egy tagozatos iskola is, talán igen, jól igen, emlékszem. Igen.
még jobb körülmények között tudjanak a gyermekeink sportolni. Aztán a hagyományok is fontosak, és hát a város részek vonatkozásában ugye számos ilyen egyedi megmozdulás van, ami szintén a közösséget erősíti. Valóban én nagyon örülök neki, hogy mind a három város részben nyugdíjas klubok nagyon jól működnek, Tóvárosban, Alsóvárosban is, és Soston is. Sajnos Soston néhány hete elvesztettük a nyugdíjas klub vezetőjét, Edith Téri, de én bízom benne, hogy a csoport továbbra is együtt marad, és pici örömöt, boldogságot tudnak majd nyugdíjas éveikben egymás mindennapjaikba csenni. Én nagyon örülök neki, hogy nagyon jó kapcsolat a nyugdíjas klubokkal, próbáljuk őket segíteni sok tekintetben, és hát azt gondolom, hogy ez a jövőben is ennek így kell lennie. Örülök, hogy a Tóvárosi összköszöntőt már többedik alkalommal is meg tudtuk szervezni. Szeptember első napjaiban idén is nagyon sokan voltak, és annak is örülök, hogy így decemberben pedig egy kicsit a karácsonyi hangulathoz is hozzá tudunk nyárolni. A belvárostól egy kicsit messzebb vagyunk ugyan, de idén is volt egy nagyon szép fánk, óvodásokkal, iskolásokkal, pedig egy nagyon szép műsort tudtunk adni az ott élőknek, kicsit hozzájárulva a karácsonyi hangulathoz. Hogyha ugye egy kicsit értékeltük itt az évet, hogyha előre tekintünk, akkor a 2019-es esztendőtől mit vár? Azt gondolom, hogy a fejlesztések tovább fognak folytatódni, hiszen van még befejezetlen részünk ugye a Sóstó tekintetében is. Ugye a közbeszerzés vége fele járunk a Vadmadár Kórház és az új közösségi ház megépítése tekintetében. Ugye a Sóstó keleti kapujánál a Sárkeresztűr út felőli oldalon fog majd megvalósulni Berkényi doktor úrnak a régi álma, hogy méltó körülmények között tudja végezni tevékenységét, és be is tudja mutatni ezt a tevékenységet. És hát örülök neki, hogy Alsóváros Sóstőr, ami szőlőknek végre lesz egy közösségi háza. Ez egy ilyen hiánypont volt? Az abszolút hiánypont volt, egy csak nem 100 főt befogadó képességű nagy termet fogunk kialakítani. Úgyhogy itt aztán minden korosztálytól, irányultságtól függetlenül sok minden programot fogunk tudni majd mi is tartani, illetve nyilván az ott élő közösségek is tudják majd ezt használni. A Sóstó körül még a jövő évben is két ütemben, vagy két helyszínen fogunk újabb parkolókat építeni, és hát a homoksor lesz még az a fejlesztés, ami meg fog valósulni, és hát bízom benne, hogy Tóvároson pedig minél több járdaszakaszt meg fogunk tudni újítani, hiszen, mint már említettem, jövőre ez lenne a fő cél, hogy a gyalogos közlekedés is tudjuk segíteni. Ez egyébként egybecseng, mondhatjuk azt a lakóknak az elképzeléseivel is, mert ezek azok a lakossági fórumokról, hogyha visszagondolok, ezek azok a pontok, amiket azért ők szoktak jelezni, és akkor meghallgatásra találtak, mondhatjuk. Abszolút, igen, folyamatos igények vannak, hogy melyik járdaszakaszokat újítsuk meg. Nyilván költségvetés függő, hogy jövő évben mennyit tudunk megvalósítani. Én szeretném, hogyha minél több meg is tudna valósulni, főleg ott a Szalagsor környékén van nagyon rossz állapotban a járdaszakasz, a Széchenyi út bizonyos járdaszakaszai, de azt gondolom, hogy bárhol ráfér a fejlesztés. Nyilván aztán még a parkolás az továbbra is probléma, hogy egyre több az autó Tóvároson is. Hát a legtöbb autó Székesfehérváron van, ugye? És gyakorlatilag nyilván ez a parkolással, közlekedéssel abszolút összefügg, hogy most már 47 ezer bejelentett gépjármű van Székesfehérvár, ami országos szinten is a legnagyobb évente több mint 1000-rel nő a gépjárművek száma, és azt gondolom, hogy a régi úthálózat szerkezett, a parkoló létszámok már abszolút nem bírják el ezt a leterheltséget. Ráadásul a Székesfehérváron bejelentett gépjárművek mellé még rengeteg ugye az ingázó tömeg, akik dolgozni vagy tanulni járnak be, ők is ugyanezeket az úthálózatokat használják. Tehát nagyon komoly probléma ez, amin azt gondolom, hogy itt a déli város részben is, és a város többi területén is, hiszen máshol is zajlanak komoly útfejlesztések, igyekszünk a lehető legoptimálisabban javítani. Ugyanakkor, hogyha már az optimizmust említette, tulajdonképpen az azt is jelenti, hogy a gazdasági erő és a versenyképessége viszont jó a városnak. Abszolút, idejében is nagyon jó híreink
voltak az iparűzési adó befizetésekből. Látjuk leginkább, hogy itt Székesfehérváron, hogy nőtt az ipar, és szerencsére évről évre akár kétszámjegyű pozitív növekedést is tud a székesfehérvári ipar megvalósítani, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. És hát nyilván az a rendkívül komoly munkaerő hiány, amellyel küzd a város, illetve az itt működő cégek, most már egyre inkább a robotosítással váltják ki a cégek, százasával veszik a robotokat, úgyhogy éppen ezért is döntöttünk úgy, hogy jövő év elején reményeink szerint meg fog tudni nyílni az Óbud Egyetem Alba Régiai Műszaki Karán az a robotikai labor, ahol három olyan robot is lesz majd, amellyel már a mi cégeink, vállalataink dolgoznak. Így a műszaki egyetemisták gyakorlatilag első kézből tudják már használni ezeket és gyakorolni ezeknek a robotoknak a programozását és egyáltalán a használatát. Úgyhogy nem köszönöm azt az összefogást, amely ezzel is megvolt, hiszen ez a gyakorlatilag a jelen már Székesfehérváron, ugye, amit még néhány éve még azt mondtuk, hogy a jövő, és nem tudtuk megjósolni, hogy hány év múlva kerülnek be a gyártásba, az iparba a robotok, az most már itt a jelen Székesfehérváron. Meg hát az érdeklődés is nagy, mert hogyha már itt a robotikáról beszélünk, akkor az Alba Innovár kapcsán is felmerült az, hogy ott is gyakorlatilag teljes szintre van járatva az intézmény, és folyamatosan érkeznek a látogatók, tehát az embereket is érdekli ez. Abszolút örülünk neki, hogy gyakorlatilag egy nagyon sikeres programot tudtunk elindítani az Alba Innovár beindulásával, és gyakorlatilag most már korosztálytól függetlenül, hiszen legutóbb óvodások is jártak már az Alba Innovárban, és hát nyilván nekik a robot játékok óriási érdeklődést mutattak irántuk, de azt gondolom, hogy a pályaválasztásban is nagyon-nagyon sokat segít, hiszen nekünk most nagyon sok mérnökre lenne szükség itt Székesfehérváron, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy minél többen mondjuk például az Óbud Egyetem Alba Régiai Műszaki Kara mellett döntsenek, annak érdekében, hogy minél több mérnök végezzen, és aztán ők pedig a helyi ipart tudják majd segíteni. Természetesen folyamatosan gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk még az Alba Innovárt tovább fejleszteni. Szeretnénk, hogyha ez egy országos program lenne, hogy a Győrben is nyílt egy hasonló nemrégiben. A második, nem az első. Nem az első, a második, igen. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy az Alba Innovárral, ezzel a robotikai laborral, illetve a tavasszal megnyíló természettudományos élményközponttal, amelyet egy csak nem fél milliárd forintos pályázati összegből tudunk megvalósítani, már nagyon komoly pályaorientációs csomagot tudunk a mérnöki pálya irányába összeállítani. Tehát akkor az összességében a 2018-as év egy mozgalmas esztendő volt, és a 2019-es esztendő is hasonló, sok-sok mozgalmas pillanatot ígér, mondhatjuk ezt? Nagyon bízom benne, én nem az a típus vagyok, aki szeret unatkozni, úgyhogy nagyon remélem, hogy sok munka lesz. Én bízom benne, hogy további nagy fejlesztések is elindulnak, ugye a Modern Városok program keretében, akár a multicsarnok, akár pedig a kampusz, reményénk szerint 2019-ben már fizikailag is el tudnak indulni, úgyhogy azt gondolom, hogy unatkozásra semmi ok nem lesz 2019-ben. És hát természetesen köszönöm minden székesfehérvárinak és természetesen a közvetben élőknek is a aktív segítségét ebben az évben, hiszen nagyon sok információval, tanáccsal kerestek meg, úgyhogy ezt nagyon köszönöm. Kívánok mindenkinek itt az ünnepek alatt áldott békés ünnepeket, jó feltöltődést, hogy aztán egy újult erővel álljunk neki 2019-nek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak ünnepi beszélgetésekkel. Természetesen jelentkezünk a Fehérvár Televízióban a holnapi napon is. Köszönöm, hogy itt voltak. Viszontlátásra!